menő édesanyám keze, a legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, a te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Túlról, föl a kezeket! Mama, tessék! Isten hozott benneteket, testvérként! Itthon vagytok? Ilyen házak voltak, ez volt a szép szobájuk. Igen, mit szeretnék még látni? Az ágy, ez miért ilyen nagy emeletes? Azért emeletes, mert alatta aludtak, itt alatta aludtak, és itt fenn voltak a párok. Na. Miért? Ez csak ilyen dísz, ami rajtuk van, mint a szekrényen meg. Igen, ez volt a Pesten útól. Igen, mutatom. A fonókereket és a burzsolajt. Ez mi? Ebből fonták a fonalat, és abból szőtték a vásznat, amire vartunk. Na, és akkor mit mutassam? Mutassam meg az édesanyja pártáját. Igen. Na, itt megnézheted, mi? Ez olyan, mint a... Nézd meg, a babának is ilyen van, csak az kicsibe. Ez az édesanyjának. Na, ez volt a mennyasszonyi ruha. Olyan volt, mint a babának, ott volt a fiúnak a batyája. Na, és mit szeretném még látni? Az mi? Az a bölcső. Igen, abba ringatták Tatát, aztán téged is abba ringattunk. Igen, téged is ebben ringattunk, azért, hogy örökítsük meg. Szekrényben mit tettem? Ruhákat. Szőttes ruhát. A barattasok. Szép barát. Milyeneket voltunk. Ezt a vásztat szőttük, látod? És ilyen tartunk. Ez volt a stapírunk. Az mi? Ahol mentünk férhez. Minden lány kivarta magának. Szereted ezt a karotaszegi ruhát? Igen. Igen, na, szeressed is mindig is. És örüljél neki. Jó. És vigyázzál rá.